Közvetlen, kedves és vicces, így jellemezte híradónknak második Erzsébetet Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter, és Kuncze Gábor volt belügyminiszter, akik a királynő 1993-as magyarországi látogatásakor személyesen is találkozhattak ő feleségével. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő híradónknak azt mondta, második Erzsébet szerepe szimbolikusan nagyobb volt, mint alkotmányosan. Különleges vendége volt nyáron a királynőnek, második Erzsébet platina jubileuma alkalmából Paddington macit lett a vendégül a Buckingham palotában. A maci kapott teát, amiből alig hagyott a királynőnek, beletenyerelt a süteménybe, cserébe viszont felajánlotta, hogy ad az uralkodónak egy a veszélyhelyzetre tartogatott lekváros szendvicset. Erzsébet udvariasan visszautasította, majd azt mondta, I keep mine in here. Én itt tartom az enyémet. A királynő a G7 csúcs találkozón is megnevettette az embereket, amikor egy díszkarddal vágta fel a tortát, de az is kedves jelenet volt, amikor a fiával, unokájával és dédunokájával karácsonyi pudingot készített. Erzsébet bár mindig fegyelmezetten viselkedett, mindenkivel kedves volt, és a humorát is sokan dicsérték. Ezt mondta stábunknak két olyan politikus is, akik találkozhattak ő felségével, amikor 1993-ban a királynő Magyarországra látogatott. Kifejezetten közvetlen, nem olyan leereszkedő, és ugyanakkor nem is ilyen, hogy mondják, hercigeskedő, hanem mint egy asszony, aki találkozik egy másik vagy egy magyar asszonnyal, találkozik egy magyar politikussal, és hát természetesen azért a beszélgetés elsősorban Magyarországról, a rendszerváltozásról, a perspektívákról szólt, és hát azért a magyar gyökerekről is. Kuncze Gábor egy emlékezetes jelenetet mesélt el nekünk arról, amikor bemutatták a királynőnek. Amikor odaért hozzám, akkor a fülébe súgták, hogy itt most lesz kicsoda, mindenkinél megtettük, és amikor meghallotta a nevemet, láttam, hogy felcsillant a szeme, hogy egész életében arra várt, hogy velem végre megismerkedhessen, és ez most sikerült, talán még egy könnycsepp is megjelent a szeme sarkában. Én ott olvadoztam, aztán tovább lépett, ott is a fülébe súgták, hogy ki az, akivel találkozik, és felcsillant a szeme, és egy könnycsepp megjelent a szeme sarkában. A külpolitikai szakértő szerint második Erzsébet kifejezte az egységet és stabilitást kölcsönzött az Egyesült Királyságnak, valamint a nemzetközösségnek. Magyarics Tamás éppen ezért úgy véli, a királynő szerepe szimbolikusan több volt, mint alkotmányosan. Alkotmányosan köztudott, hogy az angol uralkodó uralkodik, de nem kormányoz. A 1700-as évek eleje óta angol uralkodó egyetlen egy törvényjavaslatot nem vétózott meg, tehát nem szállt szembe a parlamenttel. Az ő befolyása tulajdonképpen kemű informális és szimbolikus jellegű. Magyarics Tamás hozzátette, az, hogy 71 éven keresztül uralkodott, tiszteletet ébresztett iránta nem csak az Egyesült Királyságban, hanem szerte a világon.